Tolnaváros önkormányzatának humán bizottsága minden évben meghívja a településen működő civil szervezetek vezetőit, képviselőit. Ez idén sem történt másként. Az egyesületek ilyenkor többek között beszámolnak az éves programtervükről, és a meglátásaikat, esetleges problémáikat is megtárgyalják. A Tolnavárosi Bringások és Barátaik Szabadidős Társaság röviden tovább 1991-ben alakult, megközelítőleg 35 fűvel működik az egyesület. Célunk az, hogy jól érezzük magunkat, nagyon egyszerű, tehát nem akarjuk túlspirázni se ezt a szerveződést, de jól érezzük magunkat egymással, és egy közösségi élmény. A tavalyi évünk az sikeresnek mondható, biciklitúrák, illetve gyalogtúrák voltak jó pár. Amit igazából ki tudok emelni, az a külföldi kerékpártúránk, Prágától Drezdáig voltunk az Elba partján. Nagyon jól sikerült, gyönyörű időnk volt, és egészségben, épségben, és jó kedvben megúsztuk az egészet, úgyhogy nagyon jól sikerült. Idén gyakorlatilag hasonló a programunk, mint a tavalyi, szintén gyalogtúrák és biciklitúrák. Ami kiemelt lenne, az nyáron Gyulára megyünk. Gyulán autókkal, bicikliket a csomagtartón, illetve az utánfutón szoktuk vinni, és gyakorlatilag onnan csillagtúrázzunk a különböző nevezetességek irányába. A kerekasztal beszélgetés során a legtöbbször felmerülő téma az utánpótlás hiánya volt, aminek következtében a már 50 éve működő Mözsi Bartók Béla női kar is befejezi tevékenységét. A 2022-es év az egy rendkívül gazdag év volt munkámban, sikerekben, mindenben, és ez nagyon jól jött, mert az előző két év a pandémia miatt sajnos eléggé szétzilálta az egyesületet, és a 22-es év az arra szolgált, hogy egy kicsit újraépítsük magunkat, és az újraépítés ez nagyon jól sikerült, és ez megnyilvánult az 50 éves jubileumunkban, hiszen október 1-én ünnepeltük a Zenevilág napján a kórus 50 éves évfordulóját. És most fáj a szívvel azért, de el kell mondani, hogy tulajdonképpen a kórus, tehát abban a formációban, hogy 50 éven keresztül működött, az befejezte a tevékenységét. Ezt a november 19-i Erzsébet misén jelentettük be, ott még rendkívül gazdag és szép programmal szerepeltünk, és hálásak voltunk az egyháznak, hiszen az elmúlt 50 évben nagyon-nagyon sok rendezvényünket tartottuk ott, talán a városban a legtöbbet. Egyrészt a templom hangulata, és az a hozzáállás, amit a katolikus egyház tanúsított felénk, és szerintem nekik is nyeremény volt, hiszen nagyon sok olyan embert bevonzottunk a templomba, aki egyébként nem templomba járó. Tehát így a tevékenységet, mint kórus, sajnálattal, de befejeztük. Elmondtam itt a fórumon, hogy alapvetően a legnagyobb probléma az volt, hogy nem volt utánpótlás. Mondta, a kórus jubiláló 30 tagjából 10 fő volt, aki 60 év alatti, a többi sajnos 60 év feletti. És minden próbálkozásunk ellenére nem tudtunk fiatalítani. És ez sajnos, és mi magunk is, tehát a meglévő társadalom, mert nem tudtunk megújulni, és ezt a karnagyasszony is látta, és egyébként is 5 évet vállalt annak idején a korábbi karnagy után, és ebből 15-öt végig csinált velünk, amiért nagyon hálásak vagyunk, és hát ezt már meg is köszöntük, és hát így befejeztük. Ami jó hír viszont, hogy az egyesület nem szűnik meg teljesen. Miután ez egy nagyon jó közösség volt, nagyon jó családi, baráti, hiszen 50 év alatt hát Európa szinte azt lehet mondani minden országában, talán Svájcban nem voltunk, másutt mindenütt voltunk. Volt, amikor a férjek is jöttek, szóval rengeteg olyan élményünk van, ami emlékezetes volt, és úgy összetartotta a társaságot, és most úgy döntöttünk, hogy maradunk. Majd valamilyen formában átalakulunk, amit az alapszabály, a civil törvény, egyesülési törvény lehetőséget ad, és azért majd tartunk közös rendezvényeket, és látogatjuk azokat a rendezvényeket, amit a többi civil csoport szervez.
Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy maradunk egyelőre, és majd meglátjuk az élet mit hoz. Baksainé Kenesei Éva, a Humán Bizottság elnöke elmondta, hogy egy település életében gyakorlatilag nélkülözhetetlen a civil szervezetek munkája. Azért tartjuk meg ezt, hogy találkozzunk, mindenki elmondhassa a programjait, és melyek azok a programok, amelyek a város számára és a többi civil szervezet számára is nyitottak, és hogy megbeszélhessük örömeinket, gondjainkat. Nagyon jó érzés van bennem a mai találkozót követően is, mert tényleg annyi érték került felszínre, mit ugye az ember nem is tud, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy elmondhassák a civil szervezetek vezetői, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkoznak, mivel tudjuk segíteni a másik egyesületet, mivel tudunk segíteni például a TOK-nak a különböző programokon való részvétele. Tehát ez egy olyan kincses láda ilyenkor, amikor találkozunk. Azonban nincs egyszerű dolga napjainkban az egyesületeknek. Úgymond kiöregszik az egyesületeknek a tagsága. Zömében, hát akik itt voltak, hallották, 15, 20, 25, 30, 50 éves egyesületünk is van. Tehát most ha azt teszem, hogy 20 évesen belépett az egyesületbe mondjuk, vagy 30, na akkor az már 80-hoz közelít, hogyha 30 éves korában, tehát nagy probléma, hogy nagyon nehéz megszólítani a fiatalokat, tehát így van az utánpótlás kialakítása, a vezetők pótlása, hogyha már úgymond kiöregszik annak a civil szervezetnek a vezetője, tehát ezek komoly problémák, mert tudok olyanról, hogy úgymond meghalt az egyesület, nem tud tovább működni, mert nincsen vezetője. Tolnán jelenleg több mint 50 civil szervezet működik. Az önkormányzatnak a meghosszabbított kezeit meg, tehát nem lehet elképzelni egy város civilek nélkül. Ezek önszerveződő közösségek, különböző értékek mentén, ahány szervezet, annyiféle úgymond értéke van, és azért ezt senki nem tagadhatja le, hogyha bárhol valami baj van, vagy gond van, kihez fordulnak először civilekhez. Tehát lásd a példát, ukrajnai háború kapcsán is az első volt, akik megmozdultak a civilek, de nem csak a háború kapcsán, bármi. Voltunk mi is annak idején Bártán árvíznél segíteni, homokzsákokat raktak a fiaink, szóval a civilek mindig megtalálhatók, és ingyen is bérmentve. 50 fölötti a működő civil szervezetek száma, most 20-an számoltak be a tevékenységükön, de nyilván, tehát vannak, akiknek nem jók az időpontok, bizonyos más elfoglaltság miatt, de megtaláljuk mindig azokat a csatornákat, ahol információt tudunk áramoltatni, vagy kérést, vagy viszontkérést, tehát ez megoldható.